Majdnem pontosan egy esztendővel ezelőtt készült el Bonyhád legforgalmasabb utcáján a kerékpáros közlekedést segítő építkezés. Azzal a programmal majdnem egy időben már a vízelvezetés megoldását szolgáló pályázat megvalósítása is futott a városban. A terv az volt, hogy a két projektet összedolgozva egyszer kelljen csak a forgalomkorlátozásokat bevezetni. Ám időben olyan eltérés volt a két projekt között, hogy erre semmilyen esélye sem maradt a városnak. Ezért újabb építkezés és útfelbontás nehezíti majd a közlekedést a Perccel utcában. Bonyhád városában zajlik a csapadékvízelvezetés infrastruktúrális fejlesztésünk, amely egy pályázati nyertesség követően indult kivitelezés tavaly ősszel. A munkák a jelen fázisában elérkeztek a Perccel utca és a Dr. Kolta László utcai csomópontban, ami azt jelenti, hogy jelenleg ezen a héten közműfeltárásokat végeznek, mely véget ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a Perccel utca felváltva tud haladni a forgalom, a Kolta László utca pedig a Perccel utca felől nem lehet behajtani, a másik irányból pedig a Jókai utca és a Perccel kerti út elágazástól zsákutcaként működik, oda csak a célforgalom hajthat be. Ezek az útlezárások továbbra is érvényben lesznek különböző korlátozásokkal, mivel a jövő héttől már elkezdik a Perccel utcában az útbontást, útfelbontást, mivel elhelyezik a csapadékvízelvezető csővezetéket, valamint a szükséges aknákat. Egészen augusztus végéig tartani fognak a kivitelezési munkák. A forgalomkorlátozásokat jelezni fogjuk táblákkal, valamint hirdetményekkel is, hogy mikor, melyik irányba milyen korlátozásra lehet számítani. Mint minden építkezés, ez is útfelbontásokkal jár, mondta Brill János, a kivitelező Paksszekszárdi vízitársulat ügyvezetője. A projekt két részből áll, emelte ki, melyek szorosan összefüggenek. Ez tulajdonképpen két részből áll. Az egyik Bonyhád város vízrendezése, tározóépítés, becsatlakozó műtárgyak a Völgységi patakba, csappantyús fejlesztése. A másik, amelyiket jelen pillanatban itt is látható, csapadékvíz elvezetés, Dr. Kolta László és a Völgységi patak közötti területen. A munkálatokat párhuzamosan kezdtük meg, ütemterveknek megfelelően, mindkét munkaterületen. A tározóépítés, mint olyan, nem zavarja a városlakók komfortérzetét, mert ugye a város külterületén, mint egy külterületén történik. A további építkezések folyamán sem fogja zavarni. A csapadékvíz elvezetés, mint minden építkezés, ez sajnos útfelbontásokkal és egyéb útlezárásokkal jár. A csapadékvíz elvezetési munkákat a Völgységi patakból, mint befogadótól kezdtük el építeni, ügyelve arra, hogy az ütemterveket betartva minél kisebb lezárásokkal és útfelbontásokkal történjen. A jelen helyszínen, ahol most a Perccel Mór utca és Kolta László, Dr. Kolta László utca keresztezésben érkezünk, éppen azért történt így az ütemezés, hogy az iskolaszünet, illetve a nyári szabadságolások idő szakára essen. A forgalom korlátozása miatt jelentős torlódás várható mostantól a belső területeken. Kérem a környező települések lakóit is, hogy amennyiben Bonyhádon keresztül közlekednének, és feltétlenül a központban nincs dolguk, akkor inkább az elkerülő utakat használva kerüljék ki a városközpontot, hogy az építési munkák véget ne kerüljenek. Bonyhádváros vízrendezési programjának beruházási költsége bruttó 200 millió forintot emészt fel.